A könyv 2023 áprilisában jelent meg, 200 oldalon különböző témákban válogatva tartalmazza a 2020 óta íródott verseket. Hogy mi a szerelem, kérdezd az élőtől, mi az, hogy élet? A hívőtől mi az, hogy Isten? Ez a gondolatindító szerepel a könyvem elején is. A könyvem címadója egyik versem, mely ugyanezt az elnevezést kapta, Magamba loplak. Ez az írásom éppen olyan meghitt vágyakozó, csendes, mint maga a szerelem. De a szerelem nem csak ilyen. Olykor vad, szenvedélyes, szomorú, fájdalmas, vagy éppen reménytelen. Mélységek és magasságok jellemzik. Ezeket jelenítem meg a kötetben szereplő versekkel. A témák közt megtalálhatók a természethez, évszakokhoz köthető érzelmeim, gondolataim, de nagyobb részt foglal el a gyász, veszteség is. Külön fejezetet hagytam Emma lányomhoz kapcsolódó verseimnek, hiszen az ő szívdobbanásai indították el bennem az írás szenvedélyét. Ő a legszebb érzéseim múzsája. Vannak még olyan írásaim, melyek saját merengéseimet, gondolataimat tartalmazzák, ezekkel zárom a kötetet. A versírás akaratlanul is az életem részévé vált, örömmel tölt el, ha olvassák gondolataimat, és reménykedem abban, hogy akad köztük, mely valamilyen formában hatni tud másokra, önökre, rátok. Az első kötetem a Szívdobbanás versek című kötet volt. 2020. decemberében jelent meg, első verseimet tartalmazza, ez még inkább a keresgélés időszakáról szól. Haikukat és apevákat is elhelyeztem benne. Még a Holnap magazin kiadó gondozásában jelent meg, ebből már minden példány elkelt, úgyhogy a sajátomat hoztam el bemutatni. A borító megvalósítója a terveim alapján Somogyi Deák Mercedes volt. Az első a Szívdobbanás versek, a második a Pár sorsok című rövid írásait tartalmazza, és a Holnap magazin kiadónál jelentek meg. 2022. novemberében megjelent Bennem a világ novellás kötete, a Kortárs Magyar Irodalom kiadó jóvoltából jelent meg. Éviről, aki egy sugárzó, derűs egyéniség, és azt gondolná róla mindenki, hogy ó, nem lehet ennek a hölgynek az égvilágon semmi problémája, de azért, hogyha megnézzük a verseit, és megnézzük a prózáit, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon is mélyen megéli ezt a világot, ami nagyon is bonyolult, és bizony nagyon sok fájdalom is bujkál a soraiban. Az eddigi bemutatóból is kiderült, hogy sokféle műfajban megmérette már magát, és hát a tehetségnek az a legkézenfekvőbb próbája, hogy bármihez is nyúl, abból mindig igenis szép virág fakad, legyen az pársoros kis műtyürke, pundurka, apeva, haiku, vagy legyen akár egy sok-sok oldalas prózai írás, novella, avagy elbeszélés. Én azt gondolom, hogy a prózaírók többsége, ha ír is verset, akkor inkább prózaírónak tekintjük, és érezzük, hogy a versei nem olyan sikerültek. A lirikus, ha ír is prózát, azt szoktuk érzékelni, hogy azért mélyebbek a versei, és nem rossz az a próza, de ő inkább lirikus. És akkor itt van Évi, aki azon kevesek közé tartozik, aki tényleg mind a két műfajban, műnemben nagyon-nagyon otthon van, és mindig megérinti a szívünket. És akkor ezután ez a legújabb kis kötete, ami ugye a szebbnél szebb kis lirai benső értékeit tartalmazza. A találkozó részt vett a Kortárs Magyar Irodalom kiadó két alapítója, vezetője, Baranyai Attila és Kutasi Horváth Katalin, aki a Magamba loplak című kötet ajánlóját is írta, amelyet a bemutatón fel is olvasott. Vereckei Attila zenész által megzenésített Szárnyaink című vers is elhangzott, amellyel külön díjat nyert Horváth Tóth Éva, a Tátváros Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár által meghirdetett vers és novella író pályázaton.